A Sajtkirály című mesejáték próbáját is megtekinthették azok, akik részt vettek a Bartók Kamaraszínház családi nyíltnapján. Az érdeklődők élvezték az egész délutános rendezvényt. Én valójában azért vagyok itt, mert ugye lesz egy nyílt próbája valahol Európában, és ugye el kellett, hogy jöjjek. Ilyen fiatalon mi tetszik neked a színházban? Mi az, ami megfogott téged? Hát nem is tudom, már így kisgyerekkorom óta hát imádtam így a színpadon lenni, meg ilyesmi, és hát egy olyan megfogalmazhatatlan tárgy fogott meg színészetben, amit nem lehet elmondani. Az első állomásunk az fönt a stúdióteremhez, hogy szépen lassan, ügyesen, okosan. A nyílt próba után kezdődött a kulisszajárás. A résztvevők megnézhették többek között a díszleteket és a forgószínpadot is. Ezt követően egy újabb premier, mégpedig a Valahol Európában előkészületeit nézhették meg. A programot a jelmez bemutató, valamint két vetélkedő zárta. Imádom ezt a hangot, és ezt a nyüzsgést, legfőképpen a gyerekeket. Hát nyílt napunk van. Tehát el is mondtam a bevezetőmben, a megnyitó beszédemben, a köszöntőmben, hogy először is tegeződünk itt most mindenkivel, mi is munkaközben színházon belül tegeződünk. Kettő, hogy mennyire a Bartók mindenki, nem a miénk, hanem akik most itt nyüzsögnek, övéké a Bartók. Mi most meg tudunk mutatni ezen a napon egy olyan hátsó működést, ami izgalmas lehet, hogy hogy dolgozunk itt, hogy néz ki a színpad hátulról, hogy néz ki egy próba, hogy néz ki egy díszletterv, hogy néz ki egy makett, hogy néz ki egy jelmezterv, mit csinálunk a levet molinókkal, illetve elmondtam azt, hogy a színház egy nagyon veszélyes intézmény, mint az én példám is mutatja. Tehát egy monoklim van itt most igazgatóként, büszkén vállalom, mert a színházi balesetekre büszkének kell lenni, de hogy mindenki vigyázzon, mert ugyanakkor valóban egy veszélyes üzem a színház, ami nagyon sok titkot és rejtélyt tartalmaz, de közben nem veszélytelen. Úgyhogy nagyon jó ez a nyüzsgés, de nincs benne semmi különös, mert akkor működik és akkor élő egy színház, hogyha ilyen nyüzsgéssel van tele. Milyen programokkal várták az ide látogatókat ezen a mostani rendezvényen? Két nyílt próbát tudunk mutatni, az egyik a most április 2-án bemutatásra kerülő Sajtkirály nyílt próbáját, ezen már a csapat túl is van. Aztán a Valahol Európában-nak lesz egy nyílt próbája, kulisszajárás, tehát megmutatjuk a színházat teljes mértékben hátulról, akkor vendégül látjuk a gyerekeket és a szülőket, nagyszülőket itt a művészpresszóban, akkor meg tudunk mutatni díszletjelmeztervet, akkor közös muzsikálás, közös zenélés, akkor fotózkodni lehet különböző paravánok mögött, akkor a ajándéktárgyak megvásárlására van lehetőség itt a ruhatárban, ami valóban a molinókból készült, nagyon szép táskák, pénztárcák és mi egymás. Úgyhogy ezekkel várjuk és vártuk a közönségünket. Miért tartják meg ezt a rendezvényt, immár hagyományosan? Hát én azt gondolom, hogy minden fontos, ami összeköti a színházat a nézőkkel, illetve hogyha a nézők érzik, hogy ez az épület őértük van, róluk szól, nekik működik, az összes jelenlétünk, az összes munkánk, amit itt mi elvégzünk, az ő nélkülük sehol nem lenne, tehát nem mennénk vele semmire, és nem is lenne értelme. És ezt van mód egy ilyen napon megmutatni, kinyithatjuk ilyen értelemben a munkánknak a körülményeit, inkább így fogalmazom, mert hangsúlyozom, ez a színház az övéké. Tehát minden egyes este ilyen szempontból nyílt nap végül is, csak hát ugye akkor nem a munkavégzés során nem tudunk ennyi mindent megmutatni a színház működéséből, mint a mai nap. Ezért szerintem nagyon fontosak, és nagyon fontosak a gyerekek, hiszen a jövő közönsége ők. Tehát ha nem is játszótérnek fogják föl a színházat, vagy tapasztalják meg, de hogy egy izgalmas helynek, ahol ami róluk szól, az szerintem hallatlanul fontos. A családi nyílt napot a Színház Világnapja alkalmából rendezték meg, amelyet 1962 óta tartanak meg március 27-én. Bárkinek bármi kérdésen szívesen válaszolunk.